szeretettel köszöntök én is mindenkit, és már mindenki annyira olyan szégyenteljesen mondja, hogy mi miatt kér elnézést. Úgyhogy ez az én is tudok kapcsolódni, egyrészt mert hogy megint csak a Károlyakról és a közös birtokkormányzatról lesz, az utóbbi időben már csak erről tudok beszélni. De ugye az történik, hogy van egy forráscsoport, amit feldolgoztam, és ezt mindig megpróbálom valamilyen másik aspektusból megnézni, annak reményében, hogy ezek az aspektusok majd összeérnek, és tudok el valamiféle szintetizálást is tenni ezeknek a részkérdéseknek. A másik pedig az, hogy igen nagyvonalú a címem, és miközben ezen az előadáson dolgoztam, én úgy érzem, hogy nem, és ez egyébként már kapcsolódott rögtön a vitához is, úgy érzem, hogy nem igazán tudtam megfogni az én forrásomon, vagy ezen a közös birtokkormányzaton ezt a kapitalizálódást, de ezt nyilván kiderül majd itt az előadás végén. És ez nem csak a esetlegesen a forrás típusából, vagy az iratanyagból adódik, hanem az, hogy nem tudom behelyezni ezt a közös birtokkormányzatot abban a nagy birtok rendszerben, amiben ezt értelmezni kellene. Mire gondolok? Hogy nyilvánvalóan ennek a nagy birtok rendszernek van valami fajta munkamegosztása, vagy ahogyan kezelik ezeket a birtokokat, és esetlegesen ennek előnyeit, hátrányait kiegyensúlyozzák, tehát ez egy ilyen látkép tud, vagy látlelet tud lenni ez a közös birtokkormányzat, ez a közös birtokrész. És sokkal inkább azt tudom megmutatni, hogy ez a birtokkormányzaton belül, és ez a birtokrészben hogyan próbálnak a megadott keretek között valamifajta megoldást találni, vagy milyen jelenségeket figyelhetünk meg. Szóval sokkal inkább így megpróbálok problémákat megfogalmazni, amit ezen közös birtokkormányzaton keresztül megláttam, mint hogy itt nagy megfejtéseket vagy megoldásokat tenni ebben a kérdésben. Mi alapján próbáltam haladni, ez nagyjából látszódik az előadásomnak is a menet, illetve a fő csomópontjai. Először is megpróbáltam megnézni, hogy a közös pénztár, ez jelenti a Károly család összkormányzatának a pénztári kimutatását, illetve, ugye nem említettem, hogy itt az én előadásomban most az Alföldi közös birtokkormányzattal foglalkozunk, tehát annak a főbb csomópontjait, illetve a pénztári kimutatásait szeretném megmutatni. Szeretném azt megmutatni, hogy hogyan alakulnak a bevételek, illetve a kiadások. Én is egy picit ugye viszonylag 1848 előtre, hogy értsük, hogy ott mi van ezzel az egésszel. És hát a birtokkormányzat egészen 1873-ig fennállt, tehát lehetőségem volt az, hogy megnézzem ezeket különböző idősávokban, hogy néz ki a bevétel és a kiadás. Ebből nagyon jól ki fog rajzolódni, hogy ennek a közös birtokkormányzatnak, illetve ennek a közös birtoknak mik a főbb gazdasági működésének az alapjai. Ezt egy picit közelebbről még megnézzük. És amit még megpróbáltam, szintén nem önkényesen választottam ki, hanem ki fog derülni, hogy a királyi haszonvételek lesznek a legfőbb bevételi forrásot is. Ebben kezdenek el valamifajta megoldást találni ezen királyi haszonvételek megtartására. Úgyhogy egy picit így megpróbáljuk megnézni, kik a haszonvédők és a haszonvédeleti szerződések hogyan változtak mondjuk, vagy mik a fő csomópontjai 48 előtt, illetve 48 után, és nem pedig megpróbálok azért valami összegző gondolatot mégiscsak mondani. Szóval, ahogy ígértem, először megmutatnám azt, hogy itt a bevétel és a kiadás, ez a Károlyi családra közölt bevétel, illetve kiadási statisztika. Nyilván itt sajnos nem is jól kivehető, hogy a zöld, illetve a kék vonalak adják ki. Az alsó pedig a vásárhelyi vagy alföldi birtokrésznek a bevételei. Nagyon szépen kirajzolódik, hogy ez nagyságrendileg ennek a nagy egész birtokrendszernek a 25-30%-át jelenti ez a bevétel, illetve hát az is látható, hogy nagyjából úgy próbáltam azon kívül, hogy volt az adott iratanyagban arra egy pénztári kimutatás, úgy tenni, hogy nagyjából az időságok is megadják azt, hogy hogyan néz ki ez az egész. Nyilván látható egy ilyen mélyrepülés 47-48-49-es évekre, erről is majd külön beszélni fogok, nyilván ez sok mindenből adódik, hogy miért ezt a mély zuhanást látjuk. Mint hogyha a nagy birtokrendszer az 55-ös évei nagyjából összeszedi magát, és van egy kiugrás, ami szintén csalóka, ami nem azt jelenti, hogy megtalálták a
kincses forrást is tudják, hogy mivel tudják ellensúlyozni a veszteségeiket, hanem arról van szó, hogy eladások történnek, tehát nyilván ezek a kiugrással magyarázhatóak. Ha közelebb megyünk ahhoz, hogy akkor milyen bevételek és kiadások vannak, három metszetet választottam ki, egy 1830-asot, ami egyébként nagyjából azért is gondoltam, hogy ez jó időpont, mert 28-ra feláll ez a közös birtokkormányzat, tehát hogy azért ez már egy ilyen rendezett állapotot mutathat. És jelöltem azokat, hogy az első három bevételi forrást, amely látható, hogy a selfőzés, pálinka, kocsmáltatás, vendégfogadók, mészárszékek. És már itt egyébként megmutatkozik az, amely talán kevesebb lehetőséget mutat, mert a szakirodalomban sokkal inkább benne van az ilyen földeknek a puszt, meg egyáltalán ez a puszta bérletnek az alakulása, és ezt egyáltalán nem tudom bemutatni ezen, mert hogy nem ez adja a gazdaságának az alapjait. Ha tovább megyünk, mondjuk már 1864-ben, tehát itt nagyobb az ugrás, akkor nagyjából ugyanez a szerkezet maradt, amúgy ezt így érdemes megfigyelni, azt nem mondtam, hogy nagyon csalunk ugye a grafikon, hiszen azért itt csökkenő bevételi forrásokról van szó, tehát hogy itt mondjuk ugye 40 ezernél tartunk a bevételeknél, és itt pedig már mondjuk 14 ezernél. Tehát hogy azért ezt itt úgy próbáljuk értelmezni, nyilván, hogyha egymást mellé tenném, vagy arányosítanám, akkor az sokkal inkább jobban mutatnánk ezt a képet, de ez egy zsugorodó bevételi forrást jelent az uradalom, a nagybirtok számára, és tovább a szerkezet az nem változik, tehát azokból tud továbbra is legnagyobb összegeket beszedni, amit említettem, tehát marad a ser, bor és pálinka a legfőbb bevételi forrásnak. Ha ez 1871-re ugrunk, akkor ugye még inkább szűkül ez a bevételi forrás, illetve azt láthatjuk, hogy egyre kisebb tételeket regisztrálnak föl ezen a bevételi oldalon, illetve már csak egy összefoglalóan rakják egy uradalmi haszonbérletek, bár azok a csárdák, amiket ugye együttesen láttunk, azért itt is föltűnnek, tehát hogy ezeket is egymás mellé tennénk, hogy összevonva használnánk, akkor ugyanúgy ezt a négy külső csárdát, vagy vendégfogadót megtalálnánk. Szóval az világosan látszódik, hogy ez lesz egy ilyen fontos bevételi forrás, amit meg kell őriznie, vagy legalábbis ezzel kell valamit kezdenie, mármint az oldalomnak, erre gondoltam. Nézzük meg a kiadás oldalát, szintén ebbe a három időmetszetbe tekinteném át, hogyha már a bevételi oldalt láttuk és a kiadásokat. Itt a pincebeli költségek, serház pálinka szükségek, vas és faanyagok, uradalmi épületek újítása, illetve igazgatása, és nyilvánvalóan az uradalmi tiszteknek a ellátása lesz ugye a legfőbb kiadási tétel. Amire már most felhívnám a figyelmet, ez a vas és faanyagok, illetve az uradalmi épületek újítása. Leginkább azért, mert hogy szerintem az egy érdekes kérdés, hogy erre a közös birtokrészre ez egy ilyen befektetési alapra tekint, egy tartalékra tekint, vagy mi is az, amit képződik ezen a közös birtokkormányzaton belül, és én azt látom, hogy ő kevésbé investál ebben. Ez abban is megmutatkozik, hogy 1824-ben van az utolsó uradalmi építkezése, és utána pedig leginkább már csak a karbantartásra, meg az igazgatásra, meg a fenntartásra próbál tartani. Persze ez lehet, hogy egy ilyen nagyon messze menő következtetés ezekből a számokból, de ez később egyébként a haszonbérleti szerződésekben is visszaköszön az, hogy a nagybirtok egyébként milyen gazdája ezeknek a haszonbérleteknek. Ha tovább megyünk, akkor van egy ilyen érdekes kiadási tétel, ez egy bécsi bankkölcsön utáni kamat. Hogyan is jön ebbe az egész történetbe? Tiszta szabályozás és töltés. Ugye ez egy másik komoly projektje az uradalomnak, hogy megpróbáljon ármentes területeket létesíteni, és ezáltal a földterületeket növelni, és ezt nem mondjuk a testvérek rakják össze, vagy más birtokrészekből csoportosítanak össze, hanem ezt kölcsönből teszik össze. Szóval ez egy nagy vállalkozása, és ez azért is fontos, ez a töltésnek a
megépítéssel, nem csak azért, hogy földterületeket nyerjenek, hanem ekkor következik a pótosztály, tehát ekkor osztják szét a testvérek között a földterületeket, és nyilvánvalóan ennek a haszonbérleti szerződések miatt is meghatározó az, hogy ez mikor kezdődik el. Tehát ez végülis a szerződésekben is előkerül, hogy a töltés elkészítése az egy ilyen fontos pont, hogy hogyan lépnek tovább ebben a gazdaságban. Ha 1874-re nézünk rá, egyébként ugyanaz igaz, mint a bevételeknél, tehát nyilván a kiadási oldal is valamelyest zsugrodik, megvan a közösségületek, adófizetés, várostari adófizetés, nyugdíja, gyakorlatilag a főügyvéd vagy főügyész, ez keveredik a szóhasználatban, tehát az egyetlen egy olyan irodalmi tiszt, aki ott marad a legvégségig igazgatni ezt a közös birtokkormányzatot, tehát azért látható módon, bár színesedhet a paletta, de hogy ez is összetörül, összezsugrodik ez a kiadási rész. Mi az, amit egyébként akkor így összességében el tudok mondani? Tehát egyrészt láthatóak ezek a magas építkezési költségek, töltésre kiadott magas költségek, fontos itt a tiszaszabályozás, illetve a pótosztály, és egyébként, most egy picit közelebb megnézzük, akkor majd látható az, hogy a haszonbérletek is próbálnak emelkedni. Illetve amit még nem említettem, hogy látszódott az első grafikonon, hogy néha ugye a kiadás az több, mint a bevétel. Itt a közös esetében itt viszont érdekes módon a többiből próbálják bepótolni ezt a veszteséget, vagy itt a kiadás és bevétel közötti különbséget. Ha tovább megyünk, akkor néhány, persze ez egy ilyen mindenki által ismert, hogy 48 előtt mik a főbb pontok, de azért egy-egy momentum kapcsán hadd emeljem ki, hogy jobban értsük pontosan ennek a birtokkormányzatnak, vagy közös birtokrésznek a működését. Ezek közül mielőtt elmerülnék a egyébként mindenki által jól ismert tagsar, robot, kilencer, papi tized, szőlődízsma, egy földek haszonbérletére. A szőlődízsmát emelném ki, mert hiszen ez egy fontos pont lesz itt a királyi haszonvételek, hogy egyáltalán ugye a borárusítás vagy kocsmáltatás joga kapcsán. És hát ez már 48 előtt is egy ilyen folyamatos küzdelme a földes úrnak, hiszen a beszolgáltatás révén nagyon sok hamis bor érkezik, amelynek ugye az lesz a megoldása, hogy törzsvérmustot fog bekérni a nagygyilkos. Ráadásul egy ilyen külön présházat hoz létre, és abba kell beszolgáltatni ezt a törkölymustot. Később egyébként szintén ugye erről többet szakirodalomban is lehet olvasni a tanyásodásnak a rendszeréről, vagy a tanyai szőlőknek a létéről, amikor már nem akarják beszolgáltatni, mert azt mondják, hogy ezt már kifizették a földbirtokosnak, ami ellen ugye úgy próbál a földbirtokos tenni, hogy a tanyai szőlőket kivágatja például, tehát ez is egy elég jól ismert folyamat a nagybirtok részéről. És itt csak azt tudom kiemelni ennek az egésznek a kapcsán, mivel ugye egy főbevételi forrásról van szó, ezt már 48 előtt is így báskáztak, megpróbáltak körülbáskázni. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk létrehoz egy ilyen központi beszolgáltató részt, vagy az, hogy nem adja ki haszon bérbe. Ami még érdekes lehet, az a földeknek a haszonbérlete. Itt a puszta bérletek nem túl jelentősek, a dohánykertészek, az is egy elég ismert itt ezen a területen, hogy gyakran ugye ezek jelentik el egy ilyen főbb bevételi forrás, illetve a haszonbéres földek, amik számomra azért izgalmasak, mert hogy általában ebből adtak a megyei, illetve a városi tisztviselők, nem? Tehát ez ugye kikopik, hogy majd ebből majd valami más módon kell megoldania ezt. Ezt csak az ajándékra hoztam, hogy ezért a Károlyak is lehetett a kedvükben járni, úgyhogy ez csak egy ilyen érdekesség képpen. Nyilván ők is azokat a, hát nem tudom, luxus cikkeket kérik be, amiket egyébként akár ők maguk is tovább ajándékozhatnak, illetve amit ők maguk is kedvelnek, csak hogy említsem a általán szintén kedvelt halukeneket, akik mondjuk teknős békákat szívesen fogadnak, mert hogy ez egy ilyen kedves számukra. A királyi haszonvételek közül, tehát már a bevételeknél láthattuk, hogy számunkra a legfontosabb a kocsmáltatás, illetve a ser és a pálinka mérés lesz.
itt is lépéseket tesz az uradalom, hiszen már 1804-ben létrehozza a serházat, és hozzá kapcsolt üzemként a pálinka főzött törkölyből, seprűből, gabonából készítették, ez nyilván nem csak a fogyasztási szokásokat, hanem egyébként ugye árérzékenység szerint is megmutatja, hogy miből mi fogyott. Itt ugye a legfőbb feladata a haszonvélet védelmében, az a kurta kocsmák elleni védekezése a nagybirtoknak, amely gyakorlatilag korszaktól függetlenül mindig problémája és feladata a nagybirtoknak, úgyhogy ez egy ilyen fontos dolog. Egyébként a mészárszék is fontos, nem feltétlenül a hús miatt, hanem amit egyébként az ajándék idézetében is láthatunk, maga ugye a bőr, az állati bőrből készített ruházat vagy szerszám miatt az egy ilyen fontos dolog. Mi az, ami esetleg már ilyenkor egy ilyen ipariszerű tevékenységként felfogható? Hát egyrészt a serfőzés, illetve a pálinka égetés, emellett ugye az olajsütés, vagy az olajmalmoknak a létrehozása, a deszkomercés, nyilván itt a foki termelése, tehát nyilván itt egy külön történetet lehetne nyitni az erdőgazdálkodás, meg a kivágott fákkal való kereskedelme az uradalomnak, és nyilvánvalóan a tégla égetés. Ugye nem véletlenül ez is, hiszen maga az infrastruktúrális fejlesztéshez, építkezéshez egy fontos feladata. Azért nagyon szépen kirajzolódik, hogy melyek azok a pontok, amelyek a legjövedelmezőbbek, és melyek azok a pontok, amelyekhez biztos, hogy ragaszkodni fog a földes út. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen következő évben előirányozza azt, hogy mivel szemben kell majd egy ilyen stratégiát képviselni. Nyilván az is ismert szakirodalomból, mi mindennel kell megküzdenie a birtokkormányzatnak, vagy a nagy birtokoknak. Én két dolgot emelnék ki. Az egyik az ugye itt a Károly Lajosnak a birtokátlózása, ami azért lényeges, mert az állam az a Károlyiaktól, illetve ebből a közös birtokrészből szerette volna kihasítani ezt a részt. Ez azért érdekes számunkra, mert láthattuk azt, hogy így 48, hát nagyjából 47, 48, 49 az egy ilyen teljesen káoszos év. A kiadások jóval magasabbak, mint a bevételek, érthető, mert nem tudják beszedni, és ahogy írom is, hogy üres az uradalmi pénztár, nem tudják behajtani, nincs kitől behajtani, nincs eszköz, hogy behajtsák, tehát hogy ez teljes mértékben egy ilyen csődös év. Ezt csak inkább azért emelem ki, mert hogy én azt gondolom, hogy valóban üres az uradalmi pénztár, viszont előkerül az, hogy a testvérek nem azt kívánják kommunikálni, hogy nincs mit tőlük elvenni, vagy legalábbis nem innen vegyenek el. Tehát, hogy mennyire lehet hinni ilyenkor a kimutatásoknak, amit majd ugye megmutatják, hogy nálunk azért itt negatív évek voltak a elmúlt időszaknak. Én azt gondolom, hogy akár mind a kettő egyszerre érvényben lehet, hogy van egyfajta narratíva a földes úr részéről, amiben szeretné ugye a kárt enyhíteni, de valójában több függetlenül az uradalmi kassza tényleg üres marad ezen évek után. Nézzük meg a haszon bérlőket. 3 perc, uha, akkor ez kevés lesz. Annyit itt is szintén két időmetszetet választottam, egyrészt 1830-ra, illetve 1856-57-re. Ugye csak 3 percem van, az látszódik nagyon szépen, hogy hogyan emelkedik a haszonbérlet, illetve hogy hány évre kötik azt, és kik ezek. Egyrészt az látható, hogy sokkal inkább megpróbálja kitolni ezt az időt, illetve az alkudozásnak a lehetőségét. Folyamatosan megpróbálja, és meg is emeli ezeknek a haszonbérleteknek az árát. Egyébként az is nagyon szépen látszódik, hogy itt már előkerülnek azok az uradalmi alkalmazottak, tisztviselők, akik esetleg kiestek a haszonbéres földek közül. Látható az, hogy hogyan változnak a földesüli jogoknak a bérbeadása, illetve lehet, hogy ugyanaz a földterület van, vagy ugyanazzal a joggal játszik, de hogy mindegyiknek megpróbálja emelni az összegét. Tehát ettől a kezdve egy ilyen erős alkudozás kezdődik a két fél között, hogy hogyan tudják ezeket a királyi haszonvételeket kiadni.
Igazából itt hoztam két példát, amit nem fogok akkor időhiányában megmutatni, talán csak néhány dolgot kiemelni, hogy ezekben a haszonméleti szerződésekben mi az, ami még így érdekes lehet. Egyrészt a kaució megfizetés, ami megmarad, de egyre súlyosabb és egyre nagyobb terhek mellett kötelezik arra, hogy semmiképpen ne essen el a földesfoglyó nagybirtokos attól, hogyha valaki esetleg eláll ettől, vagy bármi kára származik. Szerintem nagyon érdekesség ez a kárfelelősségnek a kérdése, tehát itt is szerintem megmutatkozik, hogy milyen gazda a nagybirtokos, nem vállal kárfelelősséget, tehát mindent a haszonvérlőre terhel, és azt a jogot is megtartja magának, hogy esetlegesen visszalép ettől. Ugyanígy a felmondás kárfelelősség kérdés, vagy a kauciót emeltem ki ebben is. Próbálom rövidre zárni. Ez már az 1865-ös évre, amelyben szintén megvannak azok, hogy hol gyakorolhatja ezt a jogot, illetve az eszközök átadása, karbantartása szintén a bérlőt kötelezi. Ugyanúgy előkerülnek ezek a természetbeni károk, tűzkárok, amelyet szintén ugye a haszonbérlő visel saját költségén, illetve ami még itt előkerül, már újonnan a fogyasztási adó, a bélyegilleték viselése, nincsen követelési biztosítékul még behoz az adalom még egyet a szerződési pontok közé, sőt az árverés alkalmával, mint bánatpénzt is bevezet. Nyilván itt az időhiányában nem tudom további részleteiben bontogatni ezt a dolgot, de azt szeretném itt a két szerződés között mutatni, hogy a nagybirtokos hogyan próbálja bebiztosítani magát mindenféle, tehát neki ennek a bevételnek be kell jönnie, és szerintem milyen értelemben a haszonbérlő az magára van hagyva, legalábbis én azt gondolom, és egyre több terhet kell viselnie, amellett egyébként, hogy látható módon a haszonbérleti árak növekednek, és további kiadásai vannak a szerződést követően. Szóval összegzésképpen csak annyit tudnék az eddigiek alapján elmondani, hogy a bérleti díjak, tehát amellett, hogy mondjuk a földbirtokokat elvesztik, sőt utána ugye 1862-ben a testvérek szétosztják ezeket, tehát ezekben ilyen értelemben is csökken az a földbérlet, amelyet kiadhatnak. A bérleti díjak emelkednek, ami azt is jelzi, hogy azok tudnak majd bejelentkezni bérlőnek, akik meg is tudják ajánlani ezt az összeget. Tehát a haszonbérlőkben lehet eltolódás afelé, hogy csak egy módosabb, gazdagabb réteg az, aki meg tudja tenni, hogy béreljen. És ezzel szűkebb kört is tud esetlegesen az oldalon bevonni a gazdaságba. Én azt látom, hogy itt a közös birtok része igazából már magára hagyja. Tehát, hogy kisebb befektetés, csak a szükséges költségek vagy befektetések mentén próbál biztosan a pénzéhez jutni, és kiadni minden olyant a kezéből, ami neki nem éri meg, és mindent magánál tartani, ami tényleg a jövedelmezőséget mutatja. És az is szerintem egy ilyen fontos pont, és ezt a haszonvételi szerződéseken végig lehet követni, nyilván minden királyi haszonvételnél, hogy milyen alkudozás zajlik ekkor a bérlő és a nagybirtokos között, miközben ugye látható módon a nagybirtoknak viszont az igenis erőfeszítés, hogy minél több bajjal, fáradtsággal ezt a csekélyebb jövedelmet is behajtsa, és akkor végül csak itt, amit a időhiányában, akkor csak fölhívom a figyelmet, hogy mik ez a közös vonások a szerződésekben, erős megkötések, hosszabb lejáratok, haszonbérlet elengedésének kizárása, magas kaució szedése, teljes vagyoni fedezet, kárfelelősség vállalása, tehát nyilván akár ezt ilyen jogi szempontból is érdekes végigvizsgálni, hogy egy bérlő és bérbeadó között milyen viszony alakul ki ebben. Köszönöm szépen a figyelmet!